Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szombathelyma című közéleti magazinunkat látják, melynek mai adása újfent egy kicsit sportosabb lesz a megszokottnál, bár azt is mondhatnám, hogy csütörtökönként, azért mostanában elég sok sportot igyekszünk az étlapra csempészni. Ennek pedig az az oka, hogy nagyon-nagyon sok minden történik, bár most ugye majd hétfőn, pünköst hétfő lesz, így aztán az aréna elmarad, éppen ezért megpróbálunk egy kicsit előre dolgozni, hogy így fogalmazzak. Éppen ezért foglalkozunk kosárlabdával, a labdarúgással és futszállal is. A műsorunk végén pedig majd egy beszélgetést hallhatnak kedves nézőink, amely a nagy háborúval, egészen pontosan azokkal az emlékhelyekkel foglalkozik majd, melyeket Olaszországban és akár Szlovéniában is találhatunk, és természetesen ugye ezek háborús emlékhelyek. Én azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes lesz ma is velünk tartani, és akkor kezdésnek szolgáljunk fel önöknek kosárlabdát, már csak azért is, mert véget ért a nagy El Clásico sorozat, azaz a Falcó és a Körmend összecsapás sorozat. A 3-0 arányban a szombathelyiek nyerték meg a páros csatát, és ebből a három mérkőzésből szerettünk volna pár nagyon-nagyon-nagyon szép kosarat önöknek tálalni, és hát akkor nézzük ezt az összefoglalót. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében két vasi csapat, a Falcó Vulcano Energia KC Szombathely és az Aegis Körmend találkozott egymással. A három győzelemig tartó páros csata első meccsét 89-88-ra, a másodikat 81-78-ra, míg a harmadikat 88-84-re nyerte meg Szrecskó Szekulovics legénysége. A küzdőfelek két alkalommal az aréna szaváriában, míg egyszer a Rába Parti együttes otthonában mérték összetudásokat. A szombathelyiek 3-0-as sikerüknek köszönhetően bejutottak a pontvadászat döntőjébe. Falcó ellenfele a bajnokság döntőjében az Albafehérvár ZTE csatából kerül ki. Jelenleg a székesfehérvári alakulat vezet 2-1-re, a következő összecsapásra azonban szombaton késő délután Zalaegerszegen kerül sor. Amennyiben ott nem születik döntés, úgy hétfőn 5. alkalommal is összemérik a tudásokat a küzdőfelek. A döntő a tervek szerint szerdán kezdődik majd. Remélhetőleg az aréna szaváriában, mivel ez azt jelenteni, hogy a szombathelyek élveznék a pályaerőnyt, amit eddig maximálisan ki is használtak, ugyanis 21 mérkőzésből 21-et nyertek meg hazai környezetben. Kedves nézőink, a kosárlabda után pedig akkor következzen labdarúgás, már csak azért is, mert itt köszöntetem a stúdióban Mésző Gézát, a szombathelyi Szvitelszki haladás vezetőedzőjét. Szia, jó estét kívánok! Köszönöm, kívánok, szervusz! Hát én azt hiszem, hogy más témánk nem is lehet, mint az elmúlt szezon, ugye, amelyet nem is olyan régen zártatok le. Az utolsó meccs nem úgy sikerült, ahogy szerettétek volna, ugye a Gyirmot elleni találkozó, viszont a szezonra. Én azt hiszem, hogy összességében nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a várakozások felett sikerült. Te hogyan érzed, hogyan gondolod? Igen, én is hasonlóképpen érzem, és fájdalmas volt, és valóban így van, hogy az utolsó forduló nem sikerült, nem tudtuk föltenni az íjra a pontot.
Ezen a mérkőzésen is mindent elkövetett a csapat. Azt hiszem, hogy a szurkolók is ezért dotálták pacsival és nem fütszóval a csapatnak az utolsó mérkőzésen mutatott teljesítményét. És valóban, hogyha ezt a mérkőzést leszámítjuk, vagy nem sikerült így a záróforduló, de összességében az egész szezon alatt erőn felül teljesített ismét a csapat. Különösen annak tekintel, annak fényében, hogy nagyon sok fiatal játékos mutatkozott be, ismét azért jó pár játékos sérüléssel bajlódott, és nem tudtunk a legjobb csapatokat föltenni a pályára. De éppen ezért óriási teljesítmény volt, és különösen hogy tavasszal voltak olyan fontos mérkőzések, amikor nagyon kellett, akkor a csapat összefogott, és nagyon értékes győzelmek voltak, akár ugye a tavasz során az első meccseink egyik egy Irmóton, amit a nagyon fontos győzelem volt, aztán a Megyeri úton a Vasas ellen. Úgyhogy szépen jött össze a csapat, és nagyon szépen tudott szerepelni, és egy értékes hatodik helyet szereztünk ebben a bajnokságban. Mielőtt elkezdenünk részletesen belemenni a haladás szereplésébe, azért nézzük meg, hogy ez a hatodik hely ez lényegében a véleményed szerint mit ér, figyelembe véve azt, ugye, hogy itt azért nagyon sok olyan csapat van, abból adódóan, hogy kevesebb csapat szerepel az NB1-ben az élvonalban, amely jóval jobb anyagi körülményekkel, jóval jobb feltételekkel rendelkezik, mint a haladás, és hát azt is vegyük figyelembe, hogy ebben a szezonban hazai pálya gyakorlatilag a számunkra nem létezett, mert Sopronban játszottunk minden hazai meccset. Igen, ennek ellenére Sopronban azért szeret a csapat játszani. Persze tudjuk, hogy a közönségünknek azért hát nagyon nagy feladat oda lejutni, és Szombathelyről azért egy másfél óra oda, másfél óra vissza, másfél óra mérkőzés, tehát hogy szinte egy egész napos program, és ezért volt nagyon-nagyon jó érzés, hogy ennyien elkísértek bennünket az utolsó mérkőzésre is, és az egész szezon tulajdonképpen megköszönve, hogy így teljesített a csapat, mert ugye amikor elindult a téli felkészülés, akkor azért hát sokan érintettek voltak a csapatok közül, hogy na, ki fog itt kiesni. És hát ugye többek között azért a bennünket is oda vártak, és oda, és mi is tudtuk, hogy az volt a cél, hogy minél gyorsabban elérjük azt a fajta pontszámot, amivel a stabil első osztályú tagságot ezt kivívjuk magunknak, és ne kelljen izgulni a végén. Hát ez tulajdonképpen ez jött be, és ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon jó volt ez a szereplés, mert éppen nem kellett izgulni a végén, azért láttuk itt, hogy ilyen komoly múlttal rendelkező, mint egy MTK ki tudott esni, vagy éppen egy Diós György Debrecen, a BL meccset játszott, és tehát nagyon-nagyon le lehet csúszni nagyon gyorsan, és éppen ezért nagyon fontos például most ez az időszak, hogy a csapatnak a megerősítése megtörténjen, de visszatérve a szezonra, hát tényleg nagyon-nagyon jó volt, hogy nem kellett izgulni, és ugye mindenki várja már az október, úgy néz ki, hogy október közepe felé megnyílik az új komplexum, és akkor egy NB1-es csapat tudja fogadni az ellenfeleit. Úgyhogy nagyon várjuk ezt, és remélem, hogy ebből a szezonból is tudunk megújulni, és ad egyfajta lökést a csapatnak, hogy ebben a következő bajnokságban is hát komoly feladatok elé áll a csapat. Hát izgulni kellett, már csak azért is, mert sokáig még a nemzetközi kupa szereplésre is volt esélyünk. Hát az lett volna gondolom habatortán, de összességében már az, hogy ez felmerülhetett ez a lehetőség, ez is nagyon sokat elmond a csapat szerepléséről. Igen, azok a mérkőzések, akkor azok a három pontok, akár az előbb említett Gyirmóton megszerzett győzelem, vagy éppen a Vasas ellen begyűjtött pont, illetve itthon, amikor a Diósgyőrrel játszottunk, akkor ugye mindenki szinte hiába voltunk mi előkelő pozícióban, de akkor egy megújult új edzővel és egy nagyon-nagyon jó futballt játszó Diósgyőrt fogadtunk, és mindenki szinte biztosra vette, hogy a Diósgyőr tovább folytatja a menetelését, és éppen ezért azt a mérkőzést nagyon-nagyon kiemelném az összes többi közül. Ráadásul úgy, hogy ott még egy sérülés is történt közvetlenül a mérkőzés előtt, és egy fiatal játékos Kis Bencét kellett bedobni a kezdő csapatba, és rettentően jól helytállt, és berobbanta tulajdonképpen az élvonalba egy ilyen fiatal, saját nevelésű akadémistánk. Úgyhogy voltak ebben a szezonban ilyen mérkőzések, és ilyen játékosoknak a fölvindulása is. Ami persze kellett, hogy az idősebb játékosok elfogadják és segítsék az ők beépítését, és hogy az ők fejlődésük biztosítva legyen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy
ennek a mesdjén kell tovább menni és tovább haladni, de nagyon-nagyon kemény bajnokságra van kilátása a következő évadban is, úgyhogy nagyon-nagyon figyelnünk kell minden szegmensre, hogy a csapat ismét egy ilyen szezon tudjon produkálni. Tehát nem lehet legyingetni, hogy hát jó, hát azért ez ennél még jobb kell, és persze, hogy törekszik mindenki arra, hogy még jobbat tudjon nyújtani a csapat, és főleg majd, ahogy említettem, a hazai pályán, a hazai közönség előtt. Úgyhogy ezeket mind-mind várja a csapat, és hát bízunk benne, hogy ez a következő évad is egy komoly szereplés lesz majd. A fiatal közül nagyon sokan kaptak lehetőséget, hogy te is említetted. Gondolok olyan játékosokra, például mint Rácz Barni, aki nagyon-nagyon sokat játszott, Jancsó András, aki gollokat lőtt. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy könnyű volt neked, mert egyre újabb és újabb fiatalokat tudtál abból a cilinderből elavarázsolni, akik nemhogy nem ijedtek meg a lehetőségtől, hanem nyugodtan fogalmazhatunk, hogy maximálisan éltek ezzel. Igen, amikor elindultunk, sőt, hogy készültünk erre a szezonra még tavaly ilyenkor, akkor Rácz Barna neve fordult meg bennem is, hogy szerintem ő lesz az a játékos, én őt szeretném betenni a csapatba, ugye tudtuk az MLS-nek a dotálását, amire a klubunknál azért szükség van, és tudtuk, hogy két fiatalt, ha nem is volt olyan presszionálás az irányomba a vezetők részéről, de azért mindenki szívesen látta, hogy azért a fiatalok is ott vannak a csapatban, és tulajdonképpen ez eredménnyel is párosul összességében. Úgyhogy a Rácz Barnira gondoltam először, és rettentően büszke vagyok rá, hogy ez az én gondolatom, ez bejött, és ő párosult. Kellett ahhoz, hogy ismertük már régóta egymást, és hogy dolgoztunk együtt az utánpótlás válogatottnál. És a Barninak ez a fajta soproni bajnokság, amit ott lenyomott az másodosztályban, az nagyon-nagyon kellett neki. És persze voltak benne kisebb hullámvölgyek a Barnánál, de hihetetlenül büszkék vagyunk rá, hogy ő ért el, úgy tudom, hogy azért nagyon figyelik, hogy a fiataloknak hány percet játszottak. Ugye minden mérkőzésen, mind a 33 találkozón szerepelt, és a legtöbbet játszó fiatal játékos az egész első osztályban. Úgyhogy ez mindent elárul, hogy lehetett rá számítani. Volt benne a fiatalsága miatt ugye egy kicsit gyengébb teljesítmények is, de például az utolsó találkozón is a legjobbak közé tartozott, ahol elvesztettük a mérkőzést, de lehetett rá számítani, és azt hiszem, hogy egy ilyen fiatal játékosnál ez egy nagyon nagy dolog, hogy kiegyensúlyozottnak mondható az ő teljesítménye például. Lenne egy picit magasabb, meg erősebb, akkor nagyon nagy jövő várnál. De Jancsó Andrisról is tényleg ejtsünk egy pár szót, hogy ő egy gyirmoton volt, és egy fél évet az első osztályban játszott, és utána Hegedűs Jani eladásából kifolyólag kellett nekünk fiatal játékot szerezni, akkor még védőnek gondoltuk, de beigazolta, hogy több poszton is tud játszani, és ahogy említetted, hogy center poszton is gólt tudott szerezni a Ferencváros ellen, és a hazai pályán is, úgyhogy megmutatta a tehetségét, és jól volt látni ezt a felszabadultságát, ahogy már ő közönség nagyon szereti az Andrist, szereti a saját nevelésű játékosokat természetesen. Ez a bizalom, ez számára nagyon szép szezont hozott. Én kiemeltem két játékos, de azért arra is kíváncsi lennék, hogy te végül is kikkel vagy elégedett. Kik azok a játékosok, amelyeket mondjuk a sor elejére helyeznél mindenképpen teljesítmény alapján, akár mondjuk az a Williams, aki egy időszakban szabályosan ontotta a gólokat. Igen, David Williams azért az meghatározó volt, ezzel a 11 góljával azért szép teljesítmény nyújtott. Egy-egy kisebb sérülés zavarta, és akkor nem tudott a pályán lenni, nagyon meg is éreztük. És ugye ilyenkor az edzői szem, de a statisztika is azért összedolgozva, hogy a góljai mellett, hogy nagyon sok labdát tudott szerezni. Akár a Vasas elleni mérkőzésünk a szemfülességének is köszönhető volt, hogy elcsente a labdát a Vasas védőktől. Kétszer. És kétszer is, egymás után egy mérkőzésen. Úgyhogy az ellenfél térfelén való labdaszerzéseinkben ő élen jár, és az ő vezetésével bátran megyünk előre, tehát ő egy meghatározó játékos. Mint ahogy Iszlai Bence is, aki az egyik legjobb teljesítmény nyújtotta ebben az évadban, és nagyon-nagyon meghatározó volt. Aztán a fiatalok, nem szeretnék senkit sem kihagyni, de annyira név szerint én azt hiszem, hogy ezek a játékosok kiemelkedtek mindenképpen, de akár éppen Király Gabit sem szabad elfelejteni, mert az ő puszta jelenléte mind az edzésen, mind a mérkőzésen az óriási profizmusról
tesztanúbizonyságot minden egyes alkalommal, és pontosan, ahogy említettem, hogy ezek a fiataloknak a beépítése óriási segítség, hogy egy Király Gabit látnak nap mint nap maguk mellett. De ugyanezt el kell mondanom Halmosi Petiről is, aki fontos, hogy ezt továbbra is ezt a fajta hozzáállását kell, hogy adja, hogy ezeket a fiatalokat minél jobban tudjuk NB1-es stabil játékosokká nevelni. Az elmúlt napok hírei voltak azok, hogy lényegében Wills, Bosnyák, Halmosi, Király meghosszabbította az idősebbek közül a szerződését, de ugyanígy tett a fiatalok közül Jancsó is. Mi a terved? Milyen kerettel szeretnél majd nekivágni az őszi szezonnak? Igen, ahogy itt érintettük már, hogy nem szabad könnyedén venni, és hát ez úgyis megy nekünk, ez a szép kis ötödik, hatodik hely körül a haladás mindig ott lesz, nagyon sokat kell ezért tenni majd a következő bajnokságban is, mind most nekünk a csapatnak a megerősítése tekintetében, mind pedig a játékosoknak, amikor majd elkezdődik a felkészülés és megindul a bajnokság, hogy ezekből a szezonokból profitáljunk és tanuljunk, és azokat, amik elkövettünk hibát, nem szabad még egyszer belelépni és elkövetni. Úgyhogy olyan keretet szeretnék, ami azért ugye most ismét egy olyan szabály lesz, amiben a fiatalokat kell játszatni, és ez egy olyan támogatás a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, amit nekünk is figyelembe kell venni, és figyelembe is fogunk venni. Ezt még pontosan nem tudjuk, még ebben lehet változás, de tudjuk, hogy a 97-es születésű játékos, vagy annál fiatalabbakat kell betenni. A mai álláspont szerint két játékost. Ez ad egy nehézséget, hogy éppen mi lesz a 96-osokkal, akit nagyon megszerettünk és letette a névjegyét, mert azért azt is láttuk itt akár az utolsó mérkőzésen a Gyirmót ellen, meg az azt előző mérkőzéseken, hogy azért öt fiatal együtt azért az még sok. Tehát, hogy szépen ezeket a fiatalokat az idősebb játékosok köré kell csoportosítani, kettőt-hármat gond nélkül elbírnak már ezek a fiúk, és ezek az előbb említett nevek azért ezek már stabil játékosok, de együtt azért kell nekik, mint például ugye nem játszott a Gyirmót ellen Steph Wills, illetve Iszlai Bence, és már megéreztük, hogy azért a két ilyen rutinos játékos még nem tudtunk pótolni a fiatalokkal. Tehát nagyon jók a fiatalok, éppen ezért fontos, hogy legyen minőségi játékos, és ez legyen meg. Én remélem, hogy ezt sikerül megvalósítani, mert enélkül nagyon-nagyon nehéz lesz, de én mindig, ahogy szoktam, pozitív lenni, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a haladásban vonzó itt lenni játékosnak, vezetőnek, edzőnek egyaránt, és ebből egy sikeres mérkőzésekben nagyon jó volt látni, ha ugye beszéltünk róla, hogy nem annyira hazai pályán nekünk ez a Soproni stadion, de mégis nagyon sok örömet szereztek a játékosok a szurkolóknak, és a szurkolók pedig nekünk, hogy ahogy ott búzdítottak bennünket, azért az sokszor átsegített a nehézségeken. Egy pár konkrétumot azért mindenképpen megpróbálok kisajtolni belőled. Mi lesz Iszlaival? Igen, hát ővel a jelen pillanatban nincs megállapodás. Nekem egy nagyon fontos játékos lenne, én nagyon szeretném, de az álláspontoknak közeledni kell egymáshoz, akkor lehet csak megállapodás. Most egyelőre ez még azért elég egy nagy nyitott tolló, úgyhogy én remélem, hogy mind a két fél tud közelíteni a másikhoz, és Iszlai Bence a maladás játékosa marad a következő szezonban is. Most még nem állnak így a dolgok, de én remélem, hogy azért ez változhat, mert ahogy mondtam, nekem az egyik legjobb, ha nem a legjobb volt, függetlenül attól, hogy itt több játékos neve szóba került, ugye akár ugye a gólszerző a futballban az nagyon-nagyon fontos, David Williams, de ugyanakkor nagyon fontos volt Iszlai Bence is. Úgyhogy bízom benne, hogy itt az elkövetkezendő napokban lesz további megbeszélés, és közelednek az álláspontok. Iszlai Bence, jól tudom, azért több csapatnak a célkeresztjében ott van. Például, ha jól emlékszem, akkor Debrecenről volt szó, hogy a Debrecenek nagyon-nagyon szeretnék, hogyha náluk folytatná a pályafutását. Vannak esetleg olyan nevek, akikről te mondod azt, hogy szeretnéd azt, hogyha itt folytatnák a pályafutásukat? Igen, természetesen a Noteszben azért sok név szerepelt, és figyelembe kell vennünk ezeket a fiatal játékosokat is, hogyha a 97-es korosztályról kell egy kicsit beszélnem, akkor Petró Balázs nevét meg kell említsem, aki ő a Budaörsön van kölcsönbe, és nagyon-nagyon szép szezont tud maga után, és nagyon-nagyon jó véleménnyel vannak az ottani edzők, vezetők.
Én hasonlóképpen bízom, hogy mint ahogy Rácz Barni esetében a tavalyi bajnokság előtt, most Petró Balázsnak van a nagy feladat, hogy a 97-es korosztályt ő beváltsa a reményeket, a hozzáfűzött reményeket, és ő ugyanilyen szép szezon zár mindebben az évben a Barni. Úgyhogy a nevekkel annyira még nem nincsen konkrétum, mégis nincsen végleges, de az elkövetkezendő pár napban már én remélem, hogy sok játékos tudhatunk a magunkénak, de én mindig a megszerzett játékosok mellett az értékeinknek a megtartása, és ezért örültem, hogy már ezek a játékosok, akiket felsoroltál, hogy már aláírtak, az a haladásnak egy komoly erősítést jelent. Nem csak pozitívumok voltak, hanem azért negatívumok is voltak a bajnokság során, voltak csalódások. Számomra a legnagyobb csalódás egyértelműen Calvente volt, aki nem a játékával okozott csalódást, hanem azzal, hogy szinte nem is játszott. Kik azok a játékosok akkor ebből a keretből, akikre mondjuk biztosan nem számítasz? Igen, tehát az elmúlt bajnokságnak a csalódásai és az igazolás, ezért izgulunk a vezetőkkel együtt ebben az időszakban, hogy akkor sikerüljön, mert azért voltak sikeres igazolásaink is, akár éppen Steph Wills vagy David Williams, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a haladás életében. De el kell ismerni, hogy a Calvente az a játékos, aki egyszerűen rossz kezdés volt. Az első nap tulajdonképpen egy-két edzéssel kezdtük a felkészülést természetesen, és már a nap végéről már jelezte, hogy ő neki fájdalmai vannak, tehát tulajdonképpen sérülten érkezett. De mivel tudtuk és ismertük az ő tehetségét, és tényleg olyan képességekkel rendelkezik, ami nagyon kevés játékos a magyar első osztályban, tehát nagyon-nagyon megvolt a bizalom. Ugye nem sikerült neki az ősz, éppen a sérülése miatt, a játékosokkal sem tudta magát elfogadtatni. Aztán nekiugrottunk megint az újabb felkészülés, egy újabb vonalat húztunk, hogy az év elején, ahogy ez szokás, és láttam rajta, és nagyon motivált, de nem sikerült neki. Ugye egy mérkőzésen játszott az Újpest ellen, ami az első mérkőzésünk volt a tavasszal, és le is kellett cserélni, ott is ismét megsérült, úgyhogy lehet nagyon-nagyon azt mondani, hogy nagyon nagy reményeket fűztünk hozzá, de nem váltotta be sajnos, és ez tanulság, de igazából én úgy érzem, hogy nem tehettünk róla, hogy ő, amit lehetett, megpróbáltuk belőle kihozni, de egyszerűen ő, a végén meg már ő nem adta magát, és a csapat sem tudta elfogadni. A csapat is azt szereti, azt a játékost, aki teljesít, aki ott van az edzésen, aki megbízható. Hát sajnos ő nem volt, remélem, hogy ebből tanulunk, és körültekintőbben próbálunk meg majd igazolni az ezt követő szezonokban. Mikor kezditek el utoljára, végülis az utolsó kérdésként a felkészülés, és hány játékossal akarod majd az első gyakorlást elvégezni? 19-e lesz, június 19-én az első tréningünk, és lesznek olyan játékosok, akik próbajátékon szerepelnek, illetve több fiatalunk is van, akinek iskolai elfoglaltsága is van még, ugye június 15-éig, tehát ők egy kicsit később fognak érkezni, illetve az U21-es válogatottak pedig edzőtáborban vannak, tehát hogy ők nem álltak le, és éppen ezért ők egy pár nappal később csatlakoznak majd. De én úgy gondolom, hogy itt a próbajátékosok tekintetében, mert szeretnék adni egy-két olyan másodosztályban szereplő játékosnak lehetőségét, hogy ő mutassa meg egy pár nap alatt, hogy valóban NB1-es játékos válhat-e belőle ebben az új szezonban, és éppen ezért egy olyan 20 játékossal biztos, hogy el fogunk indulni, és mire megjönnek a fiatal játékosaink, addigra ki kell derüljön, hogy ki az, aki tovább tud még maradni, és ki az, akitől el kell búcsúznunk majd. Addig azonban egy kis pihenés mindenképpen, gondolom, rád fér, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy befogadta a stúdióba, és akkor jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen én is a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk meglepetésként sporttal. Most akkor térjünk át egy picit a futszára, már csak azért is, mert az előző fordulóban, egészen pontosan hétfőn a bajnoki címvédő, és már a bajnokságot megnyerő, két fordulóval a bajnokságot megnyerő Győri Rábaeto vendégeskedett itt a Svitelszki Hadas csapatánál. Nézzük azt, hogy ez a mérkőzés hogyan alakult, és ő végül is hogyan elemzik ezt a találkozót. A főszereplők, azaz a Szombathelyek vezetőedzője és egyik meghatározó játékosa. Az élvonalbeli futsalbajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az éllovas és már aranyérmesnek tekinthető Rábaeto látogatott a 6. helyen álló Svitelszki Hadas VS csapatához.
Ennek megfelelően a győriek kezdtek jóval határozottabban, akik a 8. percben már 2-0-ra vezettek. Marcos Angulo tanítványai közül Constantino és Drahovski vette be Sázsdi kapuját. A félidő zárása előtt azonban szépítettek a vasiak, Tóth Máté első M1-es góljával hozta fel erősen tartalékos összeállításban szereplő együttesét 2-1-re. A második játékrész egy gyors gólváltással kezdődött, a vendégektől Sahó, míg a hazaiaktól német Erik volt eredményes. A folytatásban átvette az irányítást a haladás, ám elő Vas, majd pedig Harnis fejezett be eredményesen egy-egy győri kontrát. A derbi hajrájában Horváth Péter és Halmos góljaival 5-4-re feljöttek a vasiak, de egyenlíteniük már nem sikerült, így pedig maradt a tisztes vereség. Szerettünk volna mindenképpen a hátrálévő két meccsen úgy hozzáállni a mérkőzéshez, ahogy tettük egész évben, és hogy a szurkolóknak megtaláljuk az egész éves buzításukat. Tettünk, csúsztuk, másztunk, sajnos a győzelem nem sikerült, de bízom benne, hogy az eredmények kívül mindenki elégedett a játékkal. Nyugodtan úgy lehetne fogalmazni, szerintem, hogy a Jobbik csapat megérdemelten nyert, de a haladás egyáltalán nem vagy ott szégyent. Így gondolom, és nyilván ez az Eto nem véletlenül nyerte meg a bajnokságot már fordulókkal a vége előtt. Úgy gondolom, hogy jó volt a hozzáállásunk, szép gólokat lőttünk, ennyi különbség pedig mindenképpen van sajnos a két csapat között momentán. A sportban nincsen ha, de hogyha mondjuk így játszunk az Eremisz ellen, akkor szerintem ott biztos, hogy nem vereség a vége. Minden mérkőzés más. Nyilván minden mérkőzésre úgy állunk neki, hogy nyerni szeretnénk jó játékkal. Ez nem mindig sikerül, hiszen elég egy rossz passz, és már is hátrányban vagyunk. Ez az év nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Bízunk benne, hogy a jövő évet majd úgy tudjuk folytatni, illetve úgy tudjuk kezdeni, ahogy már az évet is szeretnénk befejezni. Utolsó fordulóban Veszprémet mindenképpen szeretnénk megverni itthon. A legjobb magyar csapat ellen a haladás az utóbbi hetek legjobb játékával rukkolt ki, ám még ez is kevés volt a pontszerzéshez. Az viszont kifejezetten bíztató, hogy a Vasi Gárda három kulcsembere, Gyurcsányi, Hegyesi és Hajmási nélkül is ilyen teljesítményre volt képes. Nehéz ebben az időszakban mit mondani, lehet a bajnok csapat Magyarország legjobb csapata számszerűsítve is, és amúgy is látogatott hozzánk. Megpróbáltunk mindent megtenni, ugye a Gyurcsány és a Hajmás Milán két játékosunk, meghatározó játékosunk hiányzott. Betettem a fiatalokat, hogy mire képesek ebben a mezőnyben. Ugyanúgy játszotta persze a Győr és a fiatalit, de azt hiszem, hogy nem vallottunk szégyent. Ez a mérkőzés mindenképpen pozitívumként jelentkezhet a jövőt nézve, mert most a csapatnak volt tartása, ahogy mondta, az ország legjobb csapata ellen, és hát a végén még volt esély akár a döntetlenre is. Igen, bár úgy érzem, tehát itt az összes felső házi meccset talán 1-2-t levéve végig volt tartásunk, valami hiányzott belőlünk. Most is, tehát nem lehet úgy játszani egy Győrrel, hogy ne legyen a Győrnek helyzete, tehát megvolt, ők is egy picit dekoncentráltan játszottak, de mi nem tehetjük meg ezt, tehát sok olyan lehetőségünket nem váltottuk helyzetre, és majd gólra. Főleg az első fél időben a kapu előtt egy passzal több volt, egy mellé gurítás volt, tehát az a plusz kellett volna a mai játékunkba. De mindenképpen azért boldog vagyok, hogy a Tóth Máté U10-es válogatottunk góllal mutatkozott be az NB1-be, úgyhogy remélhetőleg van bennük perspektíva, van jövő Szombathelyen. A Szombathelyek legközelebb a Dunaferrottnál lépnek pályára, azt követően pedig a Veszprém ellen hazai derbivel fejezik be a 2016-2017-es szezon. Az már biztos, hogy a 6. helyen. Kedves nézőink, akkor a sport után pedig következzen történelem, egészen pontosan a nagy háborúról beszélgetünk majd, mégpedig a nagy háborúhoz kapcsolódó emlékhelyekről. Itt köszöntetem a stúdióban már a következő két vendégünket, mégpedig Illés Károly alpolgármester urat, valamint Fülöp András elnök urat a Grádis Egyesülettől. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét, üdvözlöm a nézőket! Volt a hét végén egy tájékoztató tábla, avató. Mit kell erről tudnunk, hol volt a helyszín, és hát végül mi volt az apropója ennek az avató ünnepségnek? Én már harmadik éve, hogy Szombathelyen megyei városa részt vesz ezeken az emléktábla avatásokon, a Doberdói fennsíkon. Hát az idei év az éles alkalom volt, hiszen a nagyháború centenáriumán került egy újabb emléktábla elhelyezésre. Ugye itt nagyon fontos az, hogy és itt köszönöm is egyébként a Grádics Egyesületnek, valamint a Szent Márton Cserkész csapatnak a közreműködését, akik pénzt, időt és hát mindenféle erőforrás nem kimélve folyamatosan kutatják ezeket a helyeket, térképezik fel, tárják fel, és egy engedélyeztetési folyamatot is elindítanak e tekintetben, hogy egy több nyelvű információs tábla elhelyezésre kerülhessen ezeken a helyszíneken. Ezek többnyire egyébként az ott harcoló
magyar katonák sírhelyei, emlékhelyei kerülnek ezáltal bemutatásra. Ahogy említettem, mi már harmadik éve vagyunk jelen a város részéről, a várost polgármester úr nevében szoktam képviselni, és hát a rendezvénynek egyre nagyobb egyébként a sikere. Az idejében már diákokat is tudtunk kivinni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt a múltat ne csak megismertessük, és ne csak az emlékeket kezeljük, hanem a fiatalokat megismertessük azzal, hogy jövőben majd ezt az emlékezést úgymond tovább vigyék. Ezért volt fontos, hogy fiatalokkal tudtunk jelen lenni, és hát bízom benne, hogy a jövőben tudunk tovább menni egy újabb helyszínre tekintetben. Fülöp úr, miért tartják fontosnak azt, és a centenáriumtól függetlenül, mert gondolom az önök számára ezek az emlékhelyek, az emlékezés az nagyon fontos. Nekünk lényeges, és azt gondolom, hogy a 100 év és a 83-as gyalogezred, a 11-es huszárezred, a 109-es gyalogezred, ez mind lényeges része Vasvár megyének, és én azt gondolnám, hogy az ő emléküknek az ápolása, még akkor is annak ellenére, hogy most éppen nem az ő emlékhelyéken vagyunk ott, de legalább megjelenünk, ott vagyunk, és hát a szlovén fél, ugye Humár úr, a polgármester úr, az teljesen pozitívan nyilatkozott erről, hogy a szlovén és a magyar kapcsolat az egybevág. És akkor nekünk van egyfajta kapcsolatunk a Szent László év révén, úgy, hogy végre meg tudunk ott kint jelenni, mint magyarok, mint Szent Márton szülőhelye, mint Szent Márton szülővárosa, ez nekünk lényeges. A polgármester ilyenkor, amikor egy ilyen eseményen találkoznak mondjuk éppenséggel a szlovéniai vezetőkkel, városvezetőkkel, területi vezetőkkel, van lehetőség arra, hogy egy picit más területekről is beszélgessenek, és ezeknek a találkozóknak egyéb hozadéka, egyéb haszna is legyen? Elsődlegesen egyébként ezeken az emlékünnepségekről, a történelemről, illetve a közös múltról, illetve a rendezvény kapcsán elsősorban mondom az aktuális dolgokról beszélgetünk. Azt tudni kell, hogy jelen volt tavaly is, illetve tavaly előtt is a magyarországi bírói nagykövete. Idén konzulúr helyettesítette őt, de ugye jelen vannak még a polgármester urak, és hát az a szakmai személyzet, aki egyébként ezeket kutatja. Egyébként az idejében már egyeztetve volt polgármester úrral, aki nagyon köszöni, hogy mi rendszeresen részt veszünk ezeken a rendezvényeken, tényleg nagyon örülnek neki. Jelezte, hogy szívesen meglátogatnának minket itt helyben, hogy ők is megismerjék Szent Márton szülővárosát, úgyhogy mindig vannak azért olyan témák, amik így jövőben mutatóak. Mi az önök tapasztalata ezekkel a háborús emlékeikkel kapcsolatban? Mert nekem is volt szerencsém 2014-ben például Olaszországban részt venni a pápa által celebrált misén, ugye amikor meglátogatta a Szent Atya a magyar és az osztrák hősi halottak emlékhelyet, és azon kívül meglátogatta még a 100 000 olasz nyughelyéül szolgáló olasz temetőt is. Mi az önök tapasztalata? Mennyire tartják rendbe ezeket az emlékhelyeket, temetőket? Mennyire kell ezekre odafigyelni? Mit kell tenni annak érdekében, hogy még jobb állapotba kerüljenek? Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy például Szombathely odafigyel arra, hogy van egy Szent Márton. Vagyunk mi, akik próbáljuk szolgálni őt, vagy legalábbis az erekét, és vele együtt ezt az egész emlékezetet, hogy katona szent. És kint nagyon megtisztelik Szent Mártont. Egy erősen katolikus közösség az a környék, de a polgármester úr ezt pontosan jól tudja, hogy egy olyan környéken vagyunk, ahol áldásként veszik azt, hogy a Szent Márton erekje jelen lehet. És ez minket mélységesen megindít. Én azt mondtam szombaton is, hogy csak maradna ott az a pillanat. Fúj a szél, felhők vannak felettünk, és egyszerűen jó ott lenni, mert elbeszélgetünk, mert együtt vagyunk, mert végre két nemzet, aki nem ellenséges, barátságba tud egyesülni. Egy kis beszélgetéssel, a Szent Márton kiflivel, egyébként. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nekünk most kell lerakni az alapokat, hogy tudjunk miből majd építkezni az évek során.
Nagyon érdekes kérdés az első világháborúval kapcsolatban ugye az is, hogy lényegében mi a vesztes férhez tartoztunk, és nagyon sokáig talán még az is kérdés volt az emberek számára, hogy kik azok a hősök. Kik hősök, mert ahogy ön is a beszédében ugye itt elmondta, hogy lényegében minden katona hős, aki a háborúban elesik, álljon bármelyik oldalon is, akár a vesztes, akár a győztes oldalán. Ez így van, valóban így van, tehát mindenki, aki a célt, azt a célt, amiért ugye a háborúba megy, szolgálja, mindenképp hősnek tekintendő, hiszen küzdött egy olyan célért, egy olyan feladatért, még a parancsra is, ami valahol a hitvallása. Tehát az, hogy melyik oldalon állt a végén, a vesztes vagy a győztes oldalon, én úgy gondolom, mindkét oldalon tisztelik egymást a katonák, ez talán még a mai világban is így van, hisz hős az, aki egyébként az életét áldozza ezen célokért, illetve eszméért, illetve akár a hazavédelméért. Fontos még egyébként a rendezvények előtt ünnepi szentmise van, mindig kétnyelvű ünnepi szentmise, és ugye, ahogy említette András is, a Szent Márton ereklye jelen volt a mostani misén is, és az tényleg nagyon szép volt, hogy a helyi közösségeket ez mennyire megmozgatta, és mennyire eljöttek a misére azért, hogy Szent Márton ereklye előtt lerólják a tiszteletüket. Úgyhogy ez mindenképp egy jelentős lépés volt, és hát egy nagyon jó újdonság volt, hogy kivittük Szent Márton kiflétől, elmondtuk annak történetét is, hogy hogyan is esszük ezt a kiflit, és miért is. Ugye utalva itt a Szent Márton egyik cselekedetére, amikor a köpenyét megfelezte a koldussal. Ez is nagyon tetszett egyébként a helybélieknek. Egyébként, ahogy ön mondta, nagyon fontos része szerintem ennek az egész történésnek, ennek az egész kezdeményezésnek az, hogy vannak fiatalok. És ugye önök például cserkészek, nagyon-nagyon sok fiatalt tudnak megmozgatni, nagyon sok fiatalt tudnak megtanítani a történelemre is. Mennyire fontos az önök számára az, hogy ezek a fiatalok azt a történelmet tanulhassák, azt láthassák, ami a valóságban volt, ugye mert a második világháború után nagyon sok esetben nem azt tanították nekünk, mint ami valójában történt, és úgy Isten igazából még talán az első világháború nincs is feldolgozva a magyarság által, és ez azért nagyon sok problémát vet fel még a jelenben is. Az 50-es években rengeteg dokumentumot megsemmisítettek. Azt mondták, hogy a múltat végképp el kell törölni. Én kiállok Bécsbe, ott vagyok Pozsonyba, keresem a gyökereket. És azt látom, hogy cserkész, Isten az a embertárs, mert ez egy hármas egység. Ez jelen van a cserkészetben. De akkor miért ne adjuk tovább annak is, aki nem cserkész? Érti ezt, pontosan tudja a fiatal. Nekünk dolgunk van ott kint, úgy is, mint elmegyünk a Komeni fennsíkra, a Doberdóra. Csepován környékén ott voltak a 11-es huszárezred katonái. Kobaritba októberben lesz, hogy elvonultak a Radecki indulóra a 83-as gyalogezred katonái. Igen, nekünk helyünk van ott. A Szent Márton erekéje az mindig minket oda fog kötni. És teljesen mindegy, hogy lemegyünk a Doberdóra, a Komeni fennsíkra, vagy felmegyünk, mert ugye kutatjuk Batkov környékén, Lemberg mellett a háborús emlékhelyeket, nekünk helyünk van mindenhol. És igenis a fiataloknak kell, hogy tudják, hogy ez a megye megszolgálta. A hazát. Úgy is, hogy odaadta a dédapját, odaadta a nagyapját, odaadta a hozzátartozóját. Nekünk ez fontos. És mi nem mehetünk el emellett érzés nélkül, vagy nem tudjuk úgy kezelni ezt a dolgot, hogy egyszerűen csak úgy van. Nem. Ennek érzései vannak. És ez fontos nekünk. És örülök annak, hogy Szombathely, maga a város mellé áll ennek az ügynek. És kint örömmel fogadják az erekét, készültek a kintiek, készült a követség, készültek arra, hogy megjön a Szent Márton erekje. Ez fontos. Mit tudott tenni Fülöp úr önök annak érdekében, hogy a fiatalok
nagyobb figyelmet szentelnek mondjuk az első világháborúnak. És én már nem is olyan régen itt a televízióban mondtam, hogy személyes tapasztalatom, 14 éves a fiam, és őt is inkább a második világháború az, ami megérinti, nem a közelsége miatt, hanem a haditechnika miatt, ugye, hogy a tenger alatt járók, a felszíni flotta, hasonló dolgok, amik a fiatalokat tényleg megfogják. Mit lehet annak érdekében tenni, hogy a fiatalokat jobban érdekelje az első világháború, a nagy világháború is? San Martinóba bementünk a múzeumba. Döbbenetes volt. Összeszednek mindenféle tárgyat. Ki van ragva a vitrinekbe? Rohamsisakok, gránátdarabok, repeszek, a halál. És azt láttam, hogy a fiatalok egyet néznek, azt mondják, hogy András bá, vagy András, teljesen mindegy. Ezzel ölni lehet? Igen, ezzel ölni lehet. És megértik a jelentését. Mi belemászunk azokba a bugyrokba, ami egyébként csak felszínes lenne. Igen, le akarunk menni. Megmondom, Novagoricába, mondtam a polgármester úrnak, menjünk le Novagoricába, kanyarodjunk le balra vagy jobbra. És megtaláljuk az emlékhelyeket. Szolkán, Monszent Michele, San Martino del Carso, Radipulia, Foliano. Ott vannak, azok mi vagyunk. És ott vannak a vasi gyerekek. Azok ott akkor elvéreztek. És tartották magukat. És azt gondolom, hogy ez az üzenete ennek az egész nagy háborús történetnek, vagy az emlékévnek, hogy értsük meg, hogy a dédapák, a nagyapák ott egyszer megtették, amit megkövetelt a haza. Eskühöz méltóan. Én azt hiszem, hogy ennél jobb végszót nem is igen találhatnánk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befeladták és megosztották velünk gondolataikat, élményeiket az emléktávolítással kapcsolatban. Még egyszer köszönöm, hogy bejöttek hozzánk. Köszönöm. Kedves nézőknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Ma ennyi fért a közéleti magazinunkba. Itt a Szombathelyi Televízióban hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartson tovább is velünk, viszontlátásra!